Az epizód egyes jeleneteit talán megrázónak fogják találni. A benne szereplő vadlovak korábban sokat szenvedtek, de mire hozzánk kerültek, az állatvédők már gondozásba vették őket. És azóta szerető otthonokra találtak. Az előző részek tartalmából. Nem értem, miért dolgozol? Itt van állásod a kamion pihenőben. Közmunkát végzek, 100 órát. Miért nem szóltál korábban? Ezt itt nem érdekel, egy közmunkára ítélt alak. Visszakaphatnám a munkásomat? Hogyne, persze. Szia. Mi a gond, Stevie? Még rengeteg időnk van. Most beszéltem Sallyvel. És megmondtam neki, hogy ez így nem működik. Harrisonnal visszaköltöznek a városba. Mikor utaznak el? Holnap után. Amint elmentek... Ha Harry beperel, rámegy a gatyám is. Harry forró fejű, de nem teljesen szívtelen, majd beszélek vele. A gyógyítás nem csak egy állás, hanem az életem. Régi idők hősei. Honnan kerültél ide? Úgy látom, eltévedtél, pajtás. Nincs semmi baj. Ki hanyagoltál ilyen aljas módon? Nem tudom, mi történhetett. De ezentúl majd én gondoskodom rólad. Oké, ha... Magyar hangok. Orosz Helga, Urbán Andrea, Német Borbála, Hass van der Péter, Bozsó Péter, Markovics Tamás, Zsigmond Tamara. MacLeod lányai. Lébetű van rajta, a Vikers birtokról jöhetett, de nem tudom most kié lehet. Köszönöm. Hé, hey Dave, merre császkáltál? Úgy volt, hogy egy órája hazahozod a furgont. Ó, tényleg, ne haragudj, pajtás. Figyelj csak, találtam egy vélőrt a Böravong úton. Hogy mit? Egy igazi vélőrt, lófajta, az első telepesek hozták. Hogyne, de a furgonnak kilörnében kéne lennie. Ha meglátnád, megértenéd. Hé, hey Dave, készen van a kocsid? Kölcsön adnád a lószállítót? A kocsim az utánfutó, maga atyám nem kéne? Elhozom a beteg vélőrt. Valaki magyarázattal tartozik. Ja, meg te is magyarázkodhatsz. Üdv! Üdv! Elvesztetted egy betegedet? Kösz. Dehogy. Csak találtam egy elhanyagolt jószágot. Azt nem szeretem. A kutyák többre érdemesek. Tudja, egy lóról lenne szó. Egy lóról? Hát ennek sem örülök. Az út mellett találtam. Maga a helyi lódoki? Dave Brewer. Dave, Jeremy Quaid, nagyon örülök. Láttam a képét az újságban. Ó, az egész jól sikerült. Megfontem. Üdv meg, Jeremy.
Én meg Terry Dodge vagyok, enyém a kamionos pihenő. Üdv, Terry. Segítene a motorolajokkal kapcsolatban? Igen, igen, nem gond. Szóval Jeremy, ki ő, hogy ennyire híres? Egy feltörekvő politikus kampányolni jött ide. Hurrá! Legyen a legelő, léci, legyen a legelő, léci, legyen a legelő, léci, legyen... Ó, szia! Bocs a késésért. Neked kellett volna reggelit készíteni. Igen, lukkórája bekrepált, de nyugi, ma csinálok vacsit. Ó, nem, marandin van, holnap reggelit és vacsit is csinálok. Ígérem. Tessék, kéttel írtsátok ki a gazda déli legelő. Jó. Oké, csak bekapok valamit. Nincs idő. Egy melóhoz ne menjetek ki két kocsival. Jól van. Szívesen megvárom Jodit. Már így is elég baj, hogy elkésett. Nem fogja elhúzni a te napi rendedet is. Hé, Stevie, 40 dolcsival kevesebbet fizettél. Igen, mert le kell vonnom a késéseidet. Ugyan mióta? Mióta reggel folyton késve érkezel, és mások dolgoznak helyetted. Ó, rendben, na és mi lesz a túlóráimmal? Nos, tudom, régen volt, de mindegy, akkor is fizethetnél rendesen. Ne húzd ki a gyufát, Jodi. Jól vigyázz. Jól vigyázz. Ismerem Jodit, fogadok, hogy rögtön turbó üzemmódra kapcsol. Remélem igazad van. A szigorú szeretet hatásos. A szerelmesek iránt szigorú szeretet? Még rossz vége lesz. Szerinted túl szigorú vagyok? Nem. Remek, mert nem felejtettem el, milyen a szerelem. Nem, ahogy én sem. Hey!